Van egy független színházi társulás, a Láthatáron csoport, amelynek van egy pszichológiai irányvonala, ami azt jelenti, hogy előadásokat hoznak létre, tematikusan pszichológiai tematikájú előadásokat. Egy olyan előadásról lesz szó, amely egy nagyon híres sztárpszichológus családját, gyerekeivel való kapcsolatát dolgozza föl, a sztárpszichológus gyerekekkel foglalkozott, a gyerek nézőpontról, a gyerekei pedig brutális traumában nőttek fel. Az előadás címe Hagyaték, főszereplője Fajer Ivett, rendezője pedig Tárnoki Márk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt. Elképesztően megdöbbentő Alice Miller története, aki arról volt híres, hogy gyerekek generációinak segített később méltó családi életben nevelkedni, miközben a saját fiát és saját lányát nem tudta megvédeni a bántalmazásról. Ez az előadás lényege. Nyilvánvalóan a szög, amit megragadtok, és amit bemutattok, az sokféle és sokrétűbb. Reméljük. Igen, ez a szándék. Valóban. Alice Miller zsidó származású volt, túlélte a holokausztot, és utána Svájcba menekült, és nem akarom az összes részletet elmondani, mert ez nagyon spoilerezni az előadást, de valóban ez a furcsa paradoxon ragadott meg engem, hogy lehet az, hogy valaki, aki tényleg ilyen elképesztő éles látással leírja a gyermeki nézőpontból a gyereknek a felnövését, és tényleg a gyerekeknek a védő ügyvédje lesz, és megfordítja az egész pszichológiai irányvonalat abban a tekintetben, hogy hogy kell egy gyereket nevelni, ennyire nem lát rá a saját életére, és arra, hogy aztán hogy nevelkednek az ő gyerekei. Hátamon futkos a hideg. Ezt nagyon ideje volt feldolgozni. Hát egy hihetetlen gazdag történet, és tulajdonképpen Ivett ötlete volt, hogy ebből színházi előadás is szülessen, és én pedig azért voltam erre igazán kapható, mert egy nagyon drámai ügy, ami tulajdonképpen tényleg színpadért kiállt, csomó olyan aktuális kérdés és témafelvetés van ebben a két életben, amivel drámai módon lehet foglalkozni. Rába Roland a társad. Igen, igen, ez fontos. Rába Roland, ketten játsszuk igazából, és Gyulai Eszter, aki a szövegkönyvet alapvetően megírta a nyár folyamán Márkkal, aztán sokat dolgoztunk rajta mindannyian, de ő jegyzi a szövegkönyvet. A látvány pedig Horváth Jenny. Nagyon nehéz lehet azért egy ilyen darabot megformálni, mert miközben az ember olvas egy regényt, egy szövegkönyvet, maga elé képzel valamit, ugye egy világot, egy érzést is sokszor. De ezt amikor meg kell formálni, akkor milyen nehézségekkel szembesül a színész a színpadon? Majd kíváncsi lennék a rendező úr véleményére is. Hát nekem az a nehézségem színészként, ami alkotóként megragadott, hogy hogyan lehetséges az, hogy egyrészt ez a nő mindent tud, tényleg, tökéletesen át tudja élni bármilyen gyereknek a sorsát, és ugyanakkor lehasítja magáról a valóságot, azt, amiben ő él. Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, hogy hasítás, hanem hogy ez hogy lehet. És akkor elkezdtünk dolgozni az anyagon, nagyon sok cikket olvastunk, beszélgettem szakemberekkel, utána olvastam, és így Bocsánat, csak hogy így a nézőink számára ez tényleg világosra tegyük, hogy mi minden zajlik ugye a kulisszák mögött. Ugye, hogy most említett, hogy szakértővel beszélget ilyenkor egy színész. Pszichológus, pszichiáter? Igen, ő egy pszichológus szakértő, akivel beszélgetünk, de aztán több pszichológussal is beszélgettem, meg az Eszter is beszélgette pszichológussal, aki a szövegkönyvet írta. Igen, mert ez egy bonyolult jelenség, amit próbálok megérteni magamével tenni, azért is, hogy el tudjam játszani, meg azért, mert érdekel. Meg nagyon sok ilyet látok a világban. Tehát, hogy cselekszünk, és azt hiszük, hogy ez valahogy jó, és közben a másik meg azt mondja, hogy rohadtul nem jó. Tehát, hogy teljesen ellentétes narratívákban élünk. A férjem úgy éli meg, hogy, én meg úgy élem meg, hogy. Ez így van. Tehát a mindennapi életben ezer ilyen van. És hogy mennyire vagyunk képesek reflektálni magunkra, megérteni a saját cselekedeteinket, vagy másik nézőpontjából képesek vagyunk erre magunkra tekinteni. Ugye a művészetnek nem csak az a dolga, hogy szórakoztasson, vagy gyönyörköztessen, hanem Rilkével élve, vagy megváltoztassuk az életünket. Ez egy óriási jelentőségű dolog, hogy pszichológiai tartalmú előadásokat tematikusan visztek. Miről szól a többi? Hát erről igazából Ivett tudna
hosszabban beszélni, mint a társulatnak a vezetője, én meghívott rendező vagyok. De kiegészítve, amit az Ivett az előbb mondott, hogy bár ez egy extrém történet olyan szempontból, hogy egy holokausztot túlélt világhírű szerzőről van szó, és számos más nagy traumáról ebben a családban, de mégis egy anya és egy fia viszonyát látjuk, amihez hát valami módon mindenki tud kapcsolódni. Tehát a szakértők és a különböző, tehát a felkészülés, a háttérmunka mellett engem a két ember érdekel, a két színész érdekel, ez a viszony érdekel, ami egy nagy csata, egy csörte anya és fia között. Hétköznapi értelemben és színészi értelemben a szerep megformálása apropóján kérdezem, hogy amikor ugye az ember azt a kis üzenetet olvas a darab összefoglalójával kapcsolatosan, hogy múltunk fogjai maradunk. Ez egy kérdés, igen. Hogy én is kérdésként próbáltam ezt akkor fejteni, de akkor ezek szerint, mint műsorvezető, nem jó hangsúlyoztam, elnézést kérek, hogy ez egy mennyire bődületesen nehéz dolog. Hát ez felveti a történet, hogy mennyire van esélyünk arra, hogy megváltozzunk, vagy akár társadalmi szinten is változásokat érjünk el. Ez a színháznak egy alapkérdése is, tehát mint színházi alkotó ezzel nap mint nap küzd az ember, hogy vajon mire elég. Mire elég a színház, mire elég az, hogy történeteket mesélünk, vagy történeteket hallgatunk. Ez fáj az embernek majd, amikor még nézi ez a darab? Tehát a néző... Ez úgy hangzik. Nem, hanem amikor nézünk mindannyian egy színházi előadást, nézünk egy filmet, és akkor azt érezzük, hogy így összeugrik a gyomrunk, hogy lehet valaki ilyen. Aztán a következő lépés az, hogy atyaig, én is csináltam hibákat, én is követtem el hibákat, tehát a felismerés ott van-e a darabban, segít-e mondjuk ebben? Hát én csak remélni merem, hogy igen, de nem nagyon látom én már ezt kívülről, az az igazság. És belülről? Belülről, igen. Bemutató holnap? Igen, és de már látták páran, tehát hívtunk szakmabelieket, barátainkat, és hát hál' Istennek nem az volt a benyomásuk, hogy ez egy hihetetlen nyomasztó előadás, inkább sok esetben intellektuálisan kezdte el őket felkorbácsolni, aminek én eléggé örültem, mert ez a veszély, ez ott lebegett felettünk, hogy egy, mert maga a történet valójában tényleg igen. Nyomasztó. Megrázó. Igen, meg hát attól egy darab, az lehet zseniális, ha jó, hogy nyomasztó. De, és akkor igen, mondtátok a helyszínt? A Hagyaték című előadásról beszélgettünk, amely holnap este lesz, és később sokszor. Igen, november 7-én is játszok, és a HPS kultszalonban, ez a Hold utca 21-ben talán. Hold utca 21. Köszönjük szépen. Szuper, köszönjük. Köszönjük szépen.